Kedves nézőink, ahogy azt a műsor elején ígértem önöknek, mai adásunkban több polgármester is leült ehhez az asztalhoz, és beszélgetni fogunk. Így most Pulis József polgármestert köszöntöm, aki Cséfharaszt község önkormányzatát vezeti. Örülök, hogy itt van nálunk, polgármester úr. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Természetesen polgármester úrral is a járványügyi intézkedésekről beszélgetünk első körben, aztán szóba kerül majd nagyon sok minden, új beruházásról is számot fog tudni adni, illetve a költségvetésről is fogunk beszélgetni. Az önök településén nem kötelező a maszk használat. Ettől függetlenül az emberek azért azokon a helyeken, ahol kötelező üzletek, gyógyszertár, posta, stb. Használják-e? Mennyire fegyelmezettek a cséfharasztiak? Igen, használják, ugye Cséfharasztnál a lakosság szám alapján ugye nem tudtunk ilyen rendelkezést bevezetni, de viszont az intézményekben, akár a postahivatalnál használják, akár az egészségháznál, akkor az üzleteknél használják, illetve nálunk az önkormányzat hivatalánál, és már korábban, a szeptemberben ugye indult a második hullám, onnantól mi is bevezettük, hogy csak maszk használatával lehet bejönni, ügyet intézni, és úgy látom, hogy fegyelmezettek az emberek, a buszmegállóban is már úgy állnak, hogy a maszkot már felhúzzák az arcukra, tehát hogy fegyelmezettek. Tehát továbbra is azt látom, azt tapasztalom Cséfharaszton. Hát Cséfharaszton viszont, ami minden más településen kötelező, 20 órára haza kell érni. Szerintem ez minden szülőnek az álma, főleg a tinédzsert nevelő szülőknek. Mennyire csendes a település 20 óra után? Meglepően. Még az eddigiekhez képest is csendesebb. Most, ahogy jöttem így a felvételre, van egy minimális forgalom, hogy jönnek haza a munkából az emberek, de éjszaka 8 órakor ténylegesen csak úgymond az autóbusz járata, hogy hozza még haza este az embereket, vagy hajnalban, hogy viszi munkába, azok járnak, tehát teljesen elcsendesedik a település. Tehát az eddigihez képest tényleg érezhetően az, hogy leállt a 8 óra után az élet a településen. Az operatív törzs szinten, napi szinten kommunikálja azt a tesztelést, amit az óvodai dolgozók, a bölcsis dolgozók, vagy éppen a pedagógusok körében most végeznek ezen a héten. A polgármester úr tud-e információval szolgálni ezzel kapcsolatban az önök települését érintően, hiszen nem volt kötelező mindenkinek ennek a lehetőségnek az igénybevétele, ez szabadon választott volt. Igen, friss információkkal tudok ezzel kapcsolatosan szolgálni. Megtörtént az első, úgymond ezen a héten az első alkalom, amikor a tesztelték az általános iskolába a pedagógusokat, illetve az óvodába óvónőket, illetve az pedagógiai asszisztenseket, tehát a dajkákat nem tesztelték első körben. Nálunk Cséfharaszton mindenki, tehát nem volt olyan, aki nem vállalt ezt a tesztet, ahogy hallottuk a sajtóban is, hogy bizonyos intézményeknél ugye ezek nem vállalt. Nálunk ilyen nem volt, illetve annyi pozitív fejleményt tudok beszámolni, hogy mai nap újabb körbe, tehát a héten már másodszorra volt egy teszt, ugyanis visszajöttek az óvodához ismét tesztelni, és most már a dajkákat és a konyhai dolgozót is tesztelték, úgyhogy teljes körűen megtörtént már a teszt, mindenki negatív. Az általános iskolában van olyan, aki igazoltan koronavírusos tanár, emiatt történt az, hogy múlt péntektől három osztályt egy hétre távoktatásra átállítottak, a maradék három osztály az továbbra is rendesen oktatással működött. Nálunk Cséfharaszton jelen pillanatban két osztály nincsen, tehát azért van így, hogy összesen hat osztályról beszélek. Holnaptól már ők is visszaállnak tantermutatásra, tehát holnaptól ismét teljes körűen a hat működő osztály fog az általános iskolába rendesen, tehát járnak majd a gyerekek az órára. Polgármesteri hivatalban mióta és mennyiben változott meg az ügyintézésnek a lehetősége a lakosság részéről? Mikor muszáj személyesen megjelenni? Most a polgármesteri hivatalban mi már az ősz folyamán egy olyat vezettünk be, hogy az előtéren le van úgymond zárva, ott van egy asztal, akkor bizonyos nyomtatványok ki vannak helyezve, egy gyűjtődoboz, készfertőtlenítés lehetőség, és a zárt ajtó mögött csak akkor jöhetnek be, ha
ha konkrétan az ügyintéző ugye hívja, maszkba, kézfertőtlenítés, hőmérőzés követően, és ugye egy-egy ügyintézőhöz van akkor felkísérve az a lakos, aki szeretne bármi ügyet intézni. Bevált ez a rendszer, tehát ahogy a kollégákkal is beszéltünk, nem igénylik ők sem azt, hogy akkor teljes körűen bezárjuk a hivatalt, és csak a telefonos, e-mailes, illetve a bizonyos anyakönyvi eljárásoknál, amilyen szükséges a személyes jelenlét, hogy csak ezeket tartsuk meg. Úgy veszem észre, hogy a lakosok is tényleg olyan esetben jönnek személyesen, ami ténylegesen indokolt, akár egy házasságkötés, vagy olyan fontosabb ügyintézni való, amit nem tudnak személyes, vagy amit csak személyesen tudnak elintézni. Úgyhogy úgy néz ki, hogy így bevált, és én ezzel is próbálunk azt, hogy a lakosok felé is ezt kommunikálni, hogy amikor tényleg baj van, mi akkor is ott álljuk a sarat, és így remélhetőleg ezt azért későbbi folyamán is pozitívan fogják értékelni, hogy igenis nálunk mi, ha tényleg gond van, mi nyitva vagyunk, és igenis tudunk személyesen is ügyet intézni, tehát tudnak személyesen is ügyet intézni az önkormányzatnál. Egyetlen egy dolgot, ha jól vettem ki, a közösségi oldalból nem nagyon lehet tenni, bemenni a könyvtárba, és kézbe venni a könyveket, és olvasni. Könyvtáros kolléganővel most éppen mi a helyzet, mi az ő feladata? Abban a szempontból jól jött ki, idézélve téve, jól jött ki szót használva a dolog, hogy a könyvtárnál még, amit nyertünk tavaly a faluprogram pályázat keretében, még egy utolsó felújítási mozzanat van, tehát egy a konyhahelyiség kerül felújításra, illetve a leltározás zajlik, ami egy kéthetes folyamat. Közel, ahogy most említette a könyvtárvezető asszony, egy olyan 8000 kiadvány van a Cséh-Haraszti könyvtárnak. Annak van a teljes leltározás, az egy kéthetet tartó folyamat. Illetve ami feladat van még, hogy helytörténet, ami Cséh-Harasztan azért valamilyen szinte egy fiatal település, és annak a helytörténetét szeretnénk akkor feldolgozni, úgyhogy így megvan bőven a feladat, amivel tud most így foglalkozni ebben az zárt időszakban is, hogy nem mert a könyvtárat látogatni. Lehet egyébként könyvet kölcsönözni? Tehát arra azért maradt lehetőség? Igen, lehetséges könyvet kölcsönözni, telefonon, e-mailben jelzik, és akkor az kiszállításra kerül, aki ezt igényli. Egészségügyi szolgáltatások tekintetében történt-e változás a tavaszihoz képest, vagy ugyanúgy működik minden, mint az első hullám idején? Az egészségügyi szolgáltatás az teljes körűen működnek, annyi úgymond a hasonlóság a tavaszhoz képest, vagy ugyanaz a változatlanul zajlik, hogy telefonon keresztül lehet a háziorvosokhoz bejelentkezni, illetve ugyanúgy az e-recepten keresztül, tehát telefonon útján tudnak gyógyszert feliratni, tehát így csökkent az, hogy valakinek be kell menni a rendelőbe, tehát egy személyes találkozást az orvossal csökkent, ez is valamilyen szinten a járványhelyzethez egy úgymond biztonságot növeli, úgy kevésbé fokozódik az, hogy valaki így elkapja azt, hogy olyan beteggel találkozik. Úgyhogy minden működik, védőnőszolgálat, a fogászat, a háziorvosi szolgálatok, tehát ebből a szempontból nincsen probléma. Illetve pont még az egészségügyhez kapcsolódóan, hogy a tüdőszűrés, ami évente van ilyenkor ebben az időszakban, az pont a mai nappal, ahogy így az adás felvételünk készül, ma indult el, viszont 30-án hétfőn is fog még zajlani, reggel 8-tól este 6 óráig a Cséh-Haraszti községházánál tart a szűrővizsgálat, tehát a helyi lakosokat ugyanúgy várjuk, tehát ez annak ellenére, hogy ez a pandémiás helyzet van, ez nem maradt el, és úgy gondolom, hogy ez több szempont is fontos, mert az itt a tüdőszűrés pont akár olyan is része tud venni, ami most ez a járványos időszakban, ugye ha tüdőt támadja meg, de nem érzik az adott esetben az ember, én lehet, hogy akár ezt is feltételezem, hogy talán még ebbe is tud akár segíteni, hogy így kiszűrni bizonyos problémákat. Ugye a mai beszélgetésünk november 26-án történik, tehát a mai napon kezdődött meg a tüdőszűrés. Polgármester úr, mennyire veszik igénybe ezt a szolgáltatást a cséh-harasztiak? Reggel, mikor 8 órától volt, már ott álltak sorban, és úgy látom, hogy azért mennek az emberek, tehát igénybe veszik. Cséh-Haraszton évek óta annyi kedvezmény van, hogy csak 40 év fölöttieknek ajánlott, vagy kötelező ajánlott, most így Pest megyében nem tudom, hogy jelenleg melyik státuszban van, ugye régen kötelező volt, aztán ugye, hogy a TBC helyzet ugye változott, akkor már ugye nem volt kötelező. Emiatt a 18 és 40 éves korosztály
osztály között 1700 forintot fizetni kell. Viszont a cséhfalaszti lakosoknak ez évek óta bevált, hogy ezt az 1700 forintot átvállalja az önkormányzat, tehát lényegében aki cséhfalaszti lakcímkártyával rendelkezik, az teljesen díjmentesen tudja igénybe venni a szűrővizsgálatot. Milyen szép gesztus. És akkor már is áttérünk a beruházásokra. Ugye Cséhfaraszt község önkormányzata a Magyar Falu programban tud részt venni, de azért gondolom máshonnan is lehet támogatáshoz jutni. Ugye jól gondolom? Igen, ugye a Falu programban több pályázat is volt idén, ami most nemrég került lezárásra. Ott végül is nem egyiken sem tudtunk nyerni, tehát nem voltunk sikeresek. Ezzel szemben viszont két területen is sikert könyvelhetünk el. Az egyiket már ugye korábban is említettem a korábbi adásokban, az óvodának a napelemes rendszerre történő ellátása, amit sikeresen meg is nyertünk. Ez egy a 4,5 milliós bruttó értékű beruházásnak a 75%-át támogatja az állam, tehát a kormányzat. Ez egy ilyen 3,3 millió forint. Itt meg is történt a szerződéskötés, engedélyeztetés van folyamatban, mert lényegében a napelemes rendszer az egy ilyen kiserőműnek minősül, és az áramszolgáltatónak kell, ugye kapacitás vizsgálják az adott utcán, hogy milyen a vezetékhálózat. Amint megtörténik az engedély, tehát kiadásra kerül az engedély, abban az esetben akkor elindul a kivitelezés. Ez még idei történet? Hát ha január 31-ig van a szerződés szerint a teljesítési határidő, mert maga a kivitelezés egy pár nap alatt megvan, engedélyekre várunk. Én bízok benne, hogy ez meg fog történni akár még idén is. Utána még a másik dolog az időjárás, mert ha csúszós, jeges a tetőzet, akkor nem tudják szerelni a napelemeket. Úgyhogy ez az egyik, ami így megvalósul. A másik pedig a Cséhfaraszt önkormányzata és belterületi útfelújítása nyert 23 millió forintot a kormányzattól. Ezt 2021. december 31-ig kell úgymond felhasználni. Itt pont a falu programhoz kapcsolódóan az egyik utca, a Jókai utca, aminek egy nagyobb forgalmú utca, elég rossz állapotú már a felülete, mert lényegében itt az útfelújítás az inkább főleg arra szolgál, hogy újra aszfaltozunk utakat, tehát ez az egyik, ami már 2 éve pályáztunk, és most így ez megvalósult, illetve vannak újabb terveink. Ez attól függ, hogy a maga keretbe milyen utcák férnek be, mert szeretnénk újra aszfaltozni is, tehát ami földutakat, akár a Deák Ferenc utca, akár az Akácfa utca, de van olyan lehetőség is, hogy a Petőfi utcának a buszforduló utáni rész az egy 3 méter széles útszakasz, egy 550 méter hosszon, és azt szeretnénk egy szélesebbre, akár egy 5 méterre kiszélesíteni, ami így a tervezők által egyeztetve ez beleférhet, és akár a hosszú távon lehetséges, hogy a buszfordulót egy 550 méterrel még kiebb helyezzük, ott egy új buszfordulót kialakítva, mivel még ott utána van több külterületi ingatlan is, és ebből is tudnánk javítani a tömegközlekedést a településen. Tehát tervek vannak, most egy monari, úgymond a városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kerül megkötésre a szerződés, ő fogja nekünk segíteni és lebonyolítani ezt a teljes beruházást, úgyhogy reméljük, hogy így hasznosan fog elköltődni ez az összeg is. Pogácsás Tibor államtitkár úr is a mai műsor vendége volt, és beszélgettünk ugye arról, ha jól figyeltek, hogy Monoron több olyan útszakasz és utca teljes hossza is, akár ha József Attila utcáról beszélek, meg fog újulni majd reményeink szerint 2021 őszén kezdődhet a beruházás, ami a magyar közútnak a kezelésében van, tehát ahhoz az úthoz csak ő nyúlhat saját költségvetésből, és ő rendezi az egész felújítási folyamatot. Ugye Cséhfarasztra is, ton is van olyan utca, amelyik a közútnak a kezelésében, tulajdonában van. 2021-ben ott várhatóak változások? Cséhfaraszton a Monori út, a Vasadi út, Nyágyház út az, ami magyar közút, tehát állami tulajdonú út, illetve a maga a főutcánk, a Kossuth-Lajos utca. Ugye itt a Zsák falu rész okán ez nem vezet más település át, ezért kicsit úgymond el is van hanyagolva ilyen szempontból. Sajnos ebbe az útfelújításba ez nem került bele az idei, vagy a jövő év folyamán, tehát nem volt kijelölve. Mi felvettük a kapcsolatot a Magyar Közúttal, hogy esetleg, ahogy 25 éve legutóbb fel volt újítva,
részben önkormányzati hozzájárulást, hogy partnerek lennénk mi is ismételten, hogy egy újra aszfaltozás, mert lényegében itt egy új aszfalt réteget kellene elhelyezni, vagy készíteni, illetve az árkokat, buszöblöket kellene, buszmegálló peronokat felújítani. Sajnos az a válasz ért vissza, hogy kevés a magyar közútnak is a forrása arra, hogy az ő részét is hozzátegye. Hát bízok benne, hogy előbb-utóbb sorra fog kerülni Cséfalasznak is. Mert mondom, tehát az egészben állunk, hogy nekünk ez a főutcánk. Tehát a Kossuth-Lajos utca az a település főutca, és maga ez meghatározza azt, hogy a településnek milyen a külseje. És ezért fontos lenne ez a felújítás. Mondom, mi partnerek is lettünk volna, akár nem is kevés összeggel, de azért teljes összegben mi se tudnánk kifizetni. Hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb meg lesz a forrás, akár az állam részéről is, hogy ezt fel tudjuk újítani. Még egy beruházásról hírt adunk önöknek, ez pedig az a bizonyos fitness park, amit a közösségi oldalon polgármester úr már közzétett, és december elejéig kéri az önök szíves türelmét, mert hát a játszótér az le van ott zárva. A járványügyi intézkedések között több település, többek között, ha jól emlékszem, akkor Nyáregyháza teljesen lezárta a játszótereit. Cséfharaszton ez nem történt meg. Tavasszal mi is lezártuk, illetve ez a Petőfi utcai játszótér az, ami fizikailag körbe van kerítve, és így nem volt nappal nyitva, mert éjszakára az le van zárva. Ami a település központjában, az úgymond szabadidőpark, az nem tudtuk fizikailag lezárni, kitettük a táblákat, meg figyeltünk oda, azért ne menjenek játszani. Most nem történt meg ez a lezárás, ugye nincs is erre azért akár kormányzati részről, akár utasítás vagy állásfoglalás, hogy ebbe az irányba is korlátozzuk a lakosokat. Nem látom, hogy olyan nagy ívben, olyan nagy mennyiségben használnák a játékokat. Ugye tavaszhoz képest azért másabb a helyzet, hogy tavasz azért kifelé mentünk a térből, szép, jobb, naposabb idők voltak már. Most ebbe a borongós, köccitálós rossz időben azért nagyon nem viszik ki az emberek a gyerekeket úgymond, hogy játszanak, akkor inkább más elfogadtságot találnak, és emiatt én nem is látom, hogy kellene korlátozni. Maga viszont a közbe jött az, hogy a Petőfi utcai játszótérnél, ami korábban nyertünk, hogy mivel a lakosságszám alapján két ilyen fitness parkra pályázhattunk, ezt meg is nyertük a másikat is, ez utólag kaptuk meg a támogatás lehetőségét, és annak elkezdődött most a kivitelezése. December elejére ígérték, hogy el fog készülni, és következőleg még mi szeretnénk, ami be is terveztünk a költségvetésbe, egy fészek hintát a játszótér közepére, mert azért nagyon népszerű a szabadidőparkban is, és még az hiányzik innen. Tehát szeretnénk egy fészek hintát, és még a járdát akadálymentesen ki kell alakítani az aszfaltos úttól egy ilyen járdát, azt még a tavasz folyamán. Úgyhogy én úgy bízok benne, hogy tervek szerint így május 1-ére, akár egy ilyen nagyobb átadó folytán, akkor ezt véglegesen el fog készülni a játszótér. És még ehhez kapcsolódik, hogy az országfásításban, amit említettem, hogy nyertünk a pályázaton fákat telepítésre, az meg tavasszal fogják kiszállítani. Itt a játszótér körül már elindult egy új parkosítás, fasorokat cseréltünk, növényeket ültettünk át, és hozzá kapcsolódóan még ez hiányzik, hogy ez a fásítás megtörténjen, és így már véglegesen kialakításra kerül ez a játszótér. És akkor nézzük most a 2020-as költségvetést. Ugye, ha most azt teszem, hogy nagyjából ünnepekig dolgoznak az önkormányzatok, úgy Isten igazából, akkor durván olyan, hát 3 hét, ha hátra van ebből az évből. Mennyiben kellett módosítani, hiszen most volt testületi ülés. Milyen határozatok születtek az képviselő testület részéről? A költségvetéssel szempontjából mi szeptember végén volt egy módosítás, most a 3/4 éveset tárgyaltuk, vagyis úgy tárgyaltuk, hogy mivel most már képviselőtestület ismételten ugye a polgármester gyakorolja jogokat, mi úgy beszéltük át a jegyzőasszonyjal és a képviselőkkel, meg a bizottsági tagokkal, hogy egy kör-e-mail formájában ugyanúgy megkapják a teljes testület anyagot, határozattervezetet, előterjesztéseket, és akkor időt szabva, 5 nap, 1 hét, hogy mondjanak véleményt, és akkor ez alapján történik meg a határozathozatal. Tehát jogilag én hozom meg a határozatot, úgy is van kihirdetve, de ettől függetlenül tovább is a képviselők be vannak vonva ebben a munkában, mert szerintem én ezt így látom célszerűnek, hogy ezt a lehetőséggel éljek.
Minimálisan úgy mozgattuk az összegeket, hogy lényegében a tartalékhoz nem kellett hozzányúlnunk, mert az elmaradt rendezvények, elmaradt programok, illetve a civil szervezeteknél a kevesebb támogatást igényeltek pont az elmaradt rendezvények miatt, hogy azoknak az átcsoportosításával a tartalékunk, amivel indultunk, az a 24 millió forint, az továbbra is ott van a kasszába. Ami most elkészült, a 3/4 éves beszámoló, továbbra is Cséfara szempontjából nagyon jól állunk, az iparűs adó az nagyon jól teljesült, a vártnál sokkal jobban, mondhatnám, hogy soha rosszabb évünk ne legyen, ami a pénzügyeket illeti, és minket most így az érint hátrányosan, mint ami több önkormányzatot fog érinteni, hogy a december 20-án van az adófeltöltés a iparűzési adóban, ez idén van az első alkalom, hogy nem lesz. És ugye a 2020-as év január 1-től december 31-ig, ugye amikor kalkulálnak az önkormányzatok, ugye van a március 15-e, a május 31, ha esetleg van különbözet, szeptember 15, meg a december 20. Tehát ugye, viszont ugye aki december 20-ra ugye úgy kalkuláltam mondjuk az előző év, ott már neki már rosszabb lesz, mert december 20-án nem fog beérkezni összeg. Tehát ami szeptember 15-én bejött, az jövő márciusig ki kell ezt a fél évet úgymond húzni a meglévő összegekkel. Úgyhogy Cséforasznál szerencsére ez egy olyan 6-7 millió volt eddig, de most így nem jelent kiesést, mert a többi időszakban, tehát a márciusban, a májusban, a szeptemberben jóval a tervezetnél magasabb összeg folyt be, illetve ez a december 20-ai, ez meg nem vészel, csak áttevődött jövő májusra. Úgyhogy én továbbra is majd a jövő évet látom inkább, ami úgymond nadrág szíjat kell húzni, de ezért próbáljuk azt, hogy a 20-as évben sikerül az, amit elterveztünk, hogy egy elég nagy tartalékkal. Sikerül a 30 milliót behozni? Nem csak 30, hanem szerintem 50 millió fölé is föl tudunk menni. Tehát sikerült jó sakkozni az összegekkel, a beruházásokkal is, de maga az, hogy tényleg olyan költségeket láttunk, ami nem volt indokolt, vagy hogy más irányba tudtunk átmozgatni. Úgyhogy annak ellenére, hogy azért a beruházások bőven mentek idén is, a vízműnek a beruházása is az most lesz, december 2-ig lesz a műszaki átadás a vastanító műnek, az lesz még egy 35 milliós összeg, úgyhogy szerencsére így mondom, tehát nekünk, amit beterveztünk, ahhoz képest jóval több iparűs adó jött be. Úgyhogy most ezt próbáljuk úgymond tartalékolni a jövő évekre vonatkozóan, még a gazdaság bízva abban, hogy tényleg vissza fog ismét lendülni, akkor addig mi úgymond nem kell megállnunk, tehát tovább is tudjuk azokat a terveket végrehajtani, amit korábban is elgondoltunk. A 2021-es költségvetést mikor fogja tárgyalni a testület, már ha visszatérünk a rendes kerékvágásba remélhetőleg? Hát február végén, február második felébe szoktuk tárgyalni, én bízok benne, hogy addigra már ez ugye a veszélyhelyzet is azt hiszem február 8-áig van jelen pillanatban, hogy a parlament addig adott felhatalmazást a meghosszabbítására, hogy addigra ez vissza fog normalizálni, hát lesz oltóanyag is, tehát hogy tényleg már egy optimistában látjuk a jövőt, és a 21-es költségvetésnél mindenképpen szeretnénk januárban, ahogy említettem, a cégeket megkeresni, hogy esetleg a helyi adó vonatkozásában milyen változásra lehet számítani, kevesebb, mennyivel kevesebb, egy 100%-os arányt. Ettől függetlenül az önkormányzatoknak el kell készíteni az előzetes felmérést, ezt most kell beadnunk nekünk is, és ugye már a 2021-es költségvetés az már elkészült, ahogy a parlament elfogadta, az alapján megvannak a normatívák. Na most Cséfarasz szempontjából, ahogy kiszámoltunk, az változott a korábbiakhoz képest, hogy megszűnt az, ami volt eddig a nagy adóerő képesség miatt, hogy a úgymond beszámítás, tehát hogy megvan az, hogy mennyi a normatíva, közvilágítás, köztemető, zöld terület, hivatali dolgozók, óvoda, stb. És akkor akinek az adóerő képessége, mint Cséfarasznak is magasabb volt, ezért akkor leminuszolták, hogy akkor jó, akkor ebből nem jár, meg abból. Ez megszűnt most. Minden, ahogy a normatíva szerint a költségvetési törvényben benne van, minden jár, és helyette bejött a szolidaritási adó, tehát úgymond úgy kerül vissza, hogy nekünk több az adóbevételünk, hogy szolidaritási adót fizetünk. Na most a kettő egyenlegét, ahogy néztük, egy olyan 12 millióval jobban fogunk, tehát több lesz a felhasználható pénzösszegünk jövőre, mint az idejében volt, tehát hogy a normatív elosztás miatt
Úgyhogy ebbe is remélhetőleg akkor így tényleg egy jó lesz. Tehát akkor ki tudjuk fedezni azt a hiányt, ami az iparizási adóból esetleg összejönne, akkor így a 2021-es évben is akkor ezzel meg tudjuk oldani azt, hogy a beruházások nem fognak megállni. Hát ebből a kedves nézők, a laikusok, akik nem pénzügyi szakemberek, meg nem önkormányzatnál dolgoznak, szerintem annyit fognak majd érezni és érteni ebből a költségvetési beszélgetésből, hogy 2021-ben mennyivel több minden készülhet el Cséfharaszton. És akkor azért beszélgetnünk el, nem feltétlenül a legjobb hírrel fogjuk nyilván zárni a mai beszélgetést, de közeledik az advent, sőt ez az adás pont advent első szombatján, ugye nem vasárnapján, mert mi szombaton adunk adást, szombatján kerül műsorra, és hát bizony a gyertyagyújtások, legalábbis az első kettő az elmarad. Mennyiben alakulnak át az évvégi programok Cséfharaszton? Hát lényegében most jelen helyzetben úgymond minden program le van mondva, tehát az adventi gyertyagyújtás, amire készültünk volna, az most jelen pillanatban le van teljes külön mondva. A településen a díszkivilágítás az pont a mai nappal kerül teljes külön felkapcsolásra, a szabadidő parkban, hogy volt tavaly, és az adventi koszorú is hozzá a gyertyák, azok felállításra kerülnek, illetve a jövét folyamán elkezdjük feldíszíteni a fákat is, ahogy ki volt tavaly is díszítve, és ha jól alakul a helyzet, akkor esetleg a december 20-án, a 4. adventi vasárnapra próbálunk programot szervezni, ha tényleg addigra úgy alakul a járványhelyzet, hogy ez lehetőség lesz, ha nem, akkor sajnos ez idejében lehetőleg kell tekintenünk, megpróbáljuk majd jövőre akkor, amit lehet pótolni. Sajnos ugye ez a helyzet, amit mi nem tudunk irányítani magunk. Viszont önök azt megtehetik, hogy készítenek egy gyönyörű szép adventi koszorút, és bár nem közösségi programként, hanem családi programként, de nyugodtan gyújtsanak meg minden vasárnap egy-egy gyertyát. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy nálunk járt. Még decemberre, hogyha van lehetőség, akkor visszavárom. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, Pulis József polgármester úr volt a vendégem, cséfharaszti dolgokról beszélgettünk, a Gemini Televízió műsorát pedig már is folytatjuk.